Nemzeti ünnepünk alkalmából átadták a Magyar Köztársaság és a Honvédelmi Minisztérium elismeréseit, okleveleit a kiemelkedő teljesítmény nyújtott katonáknak. Let us show our appreciation for that. Thank you very much indeed. Az ünnepségen Jörg Vollmer német vezérezredest és NATO parancsnokot is elismerték, akit Koron Ferenc, a Magyar Honvédség parancsnoka hívott meg az Alba régia laktanyába. A találkozón egyebek mellett szó esett Magyarország missziós szerepvállalásairól és a Székesfehérváron megvalósuló közép-európai több nemzeti hadosztály parancsnokság jelenlegi helyzetéről. Azt gondolom, hogy időben is jó úton vagyunk. Határidőre el fogjuk tudni érni a kezdeti műveleti képességet, amely 2020. december 31-e. Tájékoztattam vezérezres urat arról, hogy a keretnemzetként ugyancsak szolgálatot ellátó Horvátország részéről megérkezett az első csoport élén a parancsnokkal, aki az első parancsnoka lesz a több nemzeti hadosztályparancsnokságnak, és megkezdték az együttes tevékenységet a magyar katonákkal. A hadosztály élén Jörg Vollmer áll. A német és magyar katonák 11 éve működnek együtt, szolgáltak már Afganisztánban is. Ki gondolta volna korábban a történelem viszontagságai után, hogy együtt fogunk szolgálni Afganisztánban, hogy egyszer majd itt ülhetünk együtt, mint NATO partnerek. A történelem kegyes volt hozzánk, folytassuk. A megbeszélésen szó esett emellett a honvédelmi és haderőfejlesztési program fejleményeiről, valamint arról, hogy Magyarország elnyerte a KFOR Kosovo Force parancsnoki beosztását 2021. novemberétől egy éven keresztül.